Mutatom, hol kösd el. Az Esport egy piacán találsz friss profilszkineket, ropogós perifériákat és különleges relikviákat. Már mindet megszerezted? Nézd vissza minden nap a legújabb ajánlatokért. Addig is csatlakozz az Esport egy közösséghez. Srácok, jön a nap második mérkőzése, a Lenovo Legion Honvéd és az Illés Akadémia Spirit fog összecsapni. Hát nagyon sokat fogunk erről beszélni, de azért annyira mégse sokat, hiszen hamarosan elindul nagyjából 5 perc múlva az összecsapás. Srácok, mit gondoltok, ki fog nyerni? Honvéd. Eredmények. Honvéd? Jó. Mindjárt megnézzük egyébként. Megnézzük. Mindjárt megnézzük. Nézzük is meg gyorsan egyébként a predboardot. Ugyebár egy kicsit csúszásba vagyunk, de összeszedjük meg. Tehát a Honvéd, ennyi, kész. Hát nincs itt vita, mindenki azt mondta, hogy a Honvéd, akkor a Honvéd fog nyerni, az Illés Akadémia Spirit is későn kapcsolat, meg úgy tűnik, hogy megsérkeznek a szerverek is, vagy a... Lehetséges. Nem kérdeztünk, de most jó fej vagy, Stricken, hozzá. Nem baj, hozzászoktam. Nem baj, Stricken, majd megkereslek, tudod, leszek én még ott a lépcsőházadban, no de. Az IAS az elmúlt 3 meccsen kikapott, és egyébként lesz ki mellett állok valahogy, valamiért ebben a Honvéd preferációjába. Nyilván egyébként most egy picit visszanyúlunk a 60-as évekbe, ahol igazából volt a Honvéd, és mindenki azt kántált, hogy hajrá Honvéd, ez pedig úgy néz ki, hogy most a Prediction-on is nagyon látszik. Hát igen, én is egyébként Honvédot várok. Nézzük meg, mi történt az odavágón, hiszen onnan is nagyon sok statisztikát hoztunk el nektek számszakilag. Ha jól látom, akkor ki lesz az első, ki lőj nekem ott a legjobb ADR-je, nem is őt látjuk, de Kemper, illetve Sebi 2,25-es KD-val, Varázs Csé után a rendes Csével, és úgy látszik, hogy nagyon szépen bánik lesz ki. Illetve Milu ADR-ére 84,6-re is érdemes figyelni. Igen, ugye az az odavágó 16-8-ra végződött, ki nem találtuk melyik pályán, tehát infin. És wow, egyébként ugye mi már... Híreink, igen. Igen, a fűzöld, az égkék, igen. Ezt befejezem azért a mondatot, mert ez a védjegyed már. De azért elveszem. Na, egyébként a statisztikákra visszatértétek, Sebi ott Uber Performance nyújtott, talán a legjobb mérkőzését nyújtotta ezen az összecsapáson, de tényleg Milu ADR-re mellett se lehet elmenni. És Kemper 96-os ADR-re szintén csak ugyan szuperlatívuszban lehet említést tenni róla. Szóval, és mondjam, mi már azért tudjuk a mostani vétót is, majd mindjárt megmutatjuk nektek, és amondom vagyok, hogy ezen a visszavágón nagyon bízok benne, hogy a Honvéd összeszedi magát, és ezen a pályán, ami mindjárt kiderül, hogy mi lesz, hiszen jönnek a bannok sorolt a képernyő alján, még kockáztatom, hogy nagyobb arányú győzelmet fog aratni a Honvéd, mint az odavágom. Na lássuk, Mirázs és Dust 2 az már kapásból nem lesz, Vertigo is kikerült, nyúk, igen. Inferno szagot érzi, nem. Nem lesz Inferno szag, bizonyám. Egyre jobb overpass egyébként, esetleg tényleg overpass lesz a pálya. Téves riasztás. Hát, hogy mondjam, sok víz lefolyt a Dunán azóta, hogy így láttuk overpasson talán a Lenovo Legion Honvéd a 16... Mennyi volt? 16-8 volt az előző? 8. Igen. 16-8, így ennek a... Nem igazán változtatnám meg a tippemet, egy Sebi 200 IQ-s brainje az overpassra igazából együtt is makkor, mit gondolsz Leszkiszte, szóval ez így még jobban hát is. Hát a honvédesek, én emlékszem, hogy nem csinálnak azért overpasszal, nagy barátságban vannak, nem véletlen dobták ki traint, meg hát lehet azért is, hogy már oké, mivel a szezon tesz, az még a régi mappú szerint kezdtük el, azzal is fogjuk lezárni természetesen, tehát nem változtatgatunk szezon közben, és ez az overpass abszolút egy komfortos pick a Honvédnak, az ITR ellen játszottak egy 30 körös meccset, szóval, de az ITR-nek is egész jó pálya az over, szerintem a Honvédnak még jobb, úgyhogy itt nem minném, hogy az Illés Akadémia Spirit jobban beleköpne a Honvéd levesébe, mint mondjuk, hogy az Infernón történt az odavágó. Igen, egyébként gondoltam, hogy arra számítottam legalábbis, hogy az Illés Akadémia Spirit, ha bár nem a kedvenc pályák Inferno, ennek ellenére orbaszájba játsszák, tulajdonképpen hanyadik, az ötödik banjuk volt, vagy nekik az ő személy szerint az ő harmadik banjuk volt, és hogyha nézték a Lingdán elleni Honvéd meccset 16-2, azért abból elég sok, ebből még talán gondolhatták volna, hogy érdemes lett volna hogy az Infernót benhagyni. Nézzük meg a line-upokat, azzal még nem is foglalkoztunk így a nagy rohanásba, hiszen nagyjából 2 perc múlva kezdődik a mérkőzés. Milu, Flashy, Feeder, Zancu, B, és most már általánosságban B-ről tudunk beszélni, ötödikként lesz ki, és hát te nagyon üdvözled ezt a tényt. Igen, Bigod jól szállt be az alapszakaszba, jó statisztikákkal bír, neki is ugyanaz mondtam, mint amit előbb elmondtam Shiftsről a Plague-nél, hogy nál is inkább azok a meccsek jutnak eszembe, még hogyha sok is a veresség, úgymond Illés Akadémia Spirit oldalon, hogy azért Bigod egy konzisztens játékos, jól ki tudja mutatni, hogy mire is képes igazából, szóval tényleg egy
jó játékosról beszélünk, de a többiek mellett sem szabad emelni. Fiedel egyébként a pisztolykörök zsenie, úgymond, Flashy az AWP zsenie, szóval vannak itt még jó játékosok ebben az ilyesben, annak ellenére, hogy jelenleg hát az utolsókat tabellán. Tulajdonképpen igen, az utolsókat tabellán. Nézzük meg a Lenovo Legion Honvédet is, ez azon kevés line-upok egyik, ami egyáltalán nem változott így az alapszakasz elejétől kezdve. Cupix, Blaze, Sebi, Eyebally, Kemper, azért kis magyar, nagyon sok jó emlékünk van ezzel a line-up-val is, mit gondolsz? Abszolút egyébként, hogyha csak tényleg visszagondolok a korábbi tornamentekre, második MNAB, warm-up kupa, tényleg azért rengetegszer láttuk ezt a line-upot nagyon-nagyon jól játszani. Meg egyébként, hogyha végignézzük a játékosokat is, abszolút egyébként mastermind az összes, nyilván egyébként nem feltétlenül IGL szerepben, hiszen nem 5 IGL-ben áll a csapat, de mondjuk AWP-vel, akár Rifle szerepben, akár IGL szerepben, én egyébként nagyon-nagyon szimpatizálok ezzel a line-uppal. Kire érdemes figyelni? Kit fogunk összehasonlítani? Ez itt a nagy kérdés. Ha jól láttam, akkor Sebit és Mewt fogjuk összehasonlítani. Hát igen, eléggé hasonlítanak, de valóban a 200 IQ-s plate lesz ki, nem lehet ADR-ben és KD-ban mérni. Legalábbis ez a véleményem. Viszont Sebinek vannak ilyen, inkább ilyen gyors, kiugró eredménye. Tehát most pont ez a 2,27-es KD, amikor van, amikor tényleg az egész csapatot a vállán viszi, utána meg annyira nem, így a háttérbe szorul. Nem mondhatjuk ezt? Talán még nem mondanám ezt, de szigorúan a számok tekintetében. Szigorúan a számok tekintetében lehet ezt mondani, én sem mondó vagyok. Megmentettél. Megmentettelek, hogy mindig erre. A páratlan páros srácok. Beugrok, helye, beugrok helyettet, hogy kellek én még ide srácok. Kihúznak a sárból, direkt ezt a szót használom. Bal lábszáron még nincs egy tetkó, majd esetleg hogy oda kapsz egy ilyen relikviát majd egyébként a képet, de valóban overpass lesz egyébként. Én nem változtatnám meg a tippemet egyáltalán, ugyebár lesz még két mérkőzés a mai nap folyamán, mielőtt belelépünk ebbe a mérkőzésre. Lesz egy Budapest 5 Linkdown, illetve egy Békés Csabai Esport Egyesület ITAR, és ami nagyon fontos még, az a nyereményjátékunk, amiről a felkiáltó a nyereményjáték parancsát tájékoztattak, és mivel azt mondják, miatt azt mondanám lesz, hogy ellopnám a ellopja a munkámat, hashtag NobleChairs és hashtag Redragon, ezt a két dolgot kell szemelni a cseten, hogy érvényes legyen a jelentkezésetek a nyereményjátékra. Jön a második pálya, Overpass, Lenovo Legion, Honvéd, Illés, Akadémia, Spirit, srácok, a szó a tiétek. Köszi szépen, Stricken, mi is készen állunk már erre az overpassra, itt már repkedünk rajta, és várjuk ezt a második összecsapást, egy újabb Honvéd mérkőzés, ugye ők a múltkori fordulóban úgymond pihentek, hogy több volt a pihenőjük, lehet újra robogni majd a kedvenc, úgymond egyik kedvenc pályájukon is már, és válik a kieskedi szökök után, hát Zancu elég kedves. Ez egy érdekes felállás volt most. Valószínűleg a késkör már lement. Én szerintem, mint egy olyan infom lenne, hogy a játék egy picivel hamarabb elkezdődött egyszer már. Mikor még a production nem állt készen, tehát a production team, a Steam nem volt még készen, és szerintem a késkör már lement. És gyorsan még a késkör után megállították a játékot, hogy még egyszer is a késkört valószínűleg megnyerte a Honvéd, és kapom is már is a megerősítés, hogy ez így történt. Szóval a késkör már lement, de és azt akkor megnyerte a Honvéd, szóval ezt most már odaadta az Illés Akadémia Spirit. Nagyon sportszerű, köszönjük szépen nekik, meg hát a Honvéd is köszöni. Úgyhogy jöhet az első pisztolykör. Illés Akadémia Spirit támadó oldalon, Honvéd védekező oldalon. Nevinél a Dipsixit, mert a két vakító, Milunnál szintén két vakító, jöhet majd egy B-kör. Eyebally vízben. Ronder pékelget. Fog majd felkontaktolni, semmi már kezdtek el. Négyen is tudnak, az első flash az nagyon rossz volt, a második azonban már jó lesz. 2-1-es csere, 2-2-es csere, mire mondom, megint feeder, tessék. Jó volt a megérzésem, hogy ő a pisztolykörök hőse, úgymond, de itt van még Eyebally szintén, aki szintén beszúr kettőt. Feeder már a harmadikat szúrja, észlácsolni kell, ez nem fog megtörténni. Eyebally is triplázik, illetve Feeder is triplázik, de Eyebally hármasa az, ami körértékű. Úgyhogy a Honvéd megnyeri az első pisztolykört itt overpasszon, nem csak a késkört. És nem lesz force, de lesz force. Csak egy picit kellett várni rá, ias oldalon. Ez egy Kevó, Smoke. Dermivel lőtt hármat, ő egy Gali Kevót is bele tudott csúszatni ebbe a második körbe. Most már inkább
A irányába szaladnak az Éles Akadémia Spirit játékosai. Blaze hajítanának egy poplást, és long range-re inkább a Galil az előnyösebb ebben a szituációban. Hogy uff, bigod! Micsoda fejes. Mi megvadult, úgy néz ki nagyon-nagyon agresszívan kezdte ezt a kört. És egyelőre működik ez a forszolás az Éles Akadémia Spirit részéről. Azonban még lehet ez az SMG dömping, amit a Lenovo Legio Honvéd felállított, ez még meg tudja lepni ellenfeleit. Jaj, Zancu! Hatalmas koki sebire. Néz ki, hogy az egyik MP9 már is kilőve. Így viszont kettős ember előnye uralkodhat az IAS csapata. Aibali tolja hosszút, ez rengeteg információt jelent, azonban az Zancut el kéne vinni, és ő meg is van. CT számára az flashy oldalból lőtte ellenfelét. Jaj, hát itt felborul a papírforma, Cupix egyet lő, azonban B, a nevéhezően egy monster, ténylegesen. Lekerül a bomba, Kemper átfolyja a füstöt, Kemper érkezik, megöl egy játékost. Van füst. Ez még így jó is lehet. Hát bankros játékos lehet, hogy nem fog számítani. Van egy player mögött, meg fogja kerülni, feeder pedig a Galilla píkelget, és most már Kemper használja és a smoke-ját, jön a molo IC-re is. Egy csörgetés, de flashját fog előni, így van, ezzel nem számolt, hogy egy játékos már mögötte van. Kiegyenlít az Éles Akadémia Spirit, megint egy force kör, ahol többségében csak pisztolyok voltak, idáig hasonlít egy picit a Wild mérkőzésre. Csak ott picit később jött ez a force kör, ahol csak pisztolyok voltak, és azzal tudtak kört nyerni. Itt viszont már a másodikban ez megtörténik, és azonnal egy időkérés, ami technikai ráadásul és Honvéd oldalról érkezett, úgyhogy reméljük, hogy olyan sokáig nem fog ezt tartani. A technikai probléma megoldódik. Tudom, hogy esetleg internet problémák születtek-e. Hát egyébként benne van a pakliba. Bár egyébként az a baj, hogy így ugye, mivel online zajlanak a mérkőzések, online zajlik a production, nyilván hogy a koronavírus miatt ugye otthonról csináljuk a dolgokat, és egyébként otthonról is játszanak a játékosok, így nem feltétlenül lehet tudni, hogy most akkor melyik játékosnak az internete szállt el, periféria, vagy bármilyen hardware vagy szoftveres probléma van, de reméljük hamarosan meg fog majd oldódni. És akkor érkezzünk tovább majd a mérkőzés, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a Honvéd mit fog lépni erre az IAS Force-ra, hiszen eléggé derültékből villámcsapás volt. Viszont egyelőre úgy néz ki, hogy még várnak a vásárlással, bár ezt abszolút vissza kellene forszolni, szerintem legalábbis. Nyilván azért nem szabadna elengedni így. Ebi is 1004-en, úgyhogy Bájbali 1007. Elmondó vagyok, hogy ezt vissza kéne vásárolni. Ezik kell megpróbálni, viszont a túlodat már egész jó kis vásárlás van érvényben. 3 darab HK is ott van, a Galil még feedernél természetesen, illetve felkapott MP9-es. Őt nem is, azt Milu megkapta egyébként társától. Ő neki csak el volt, meg utility-t kellett vennie. De igaz, már élő szerveren, úgymond itt a szerveren már live a game, mi csak a GoTV delay-t várjuk, ami szerintem már csak szűk fél perc, talán annyi se, sőt így van, megyünk is. Kell várni, úgyhogy jöhet ez a mérkőzés harmadik köre. Megérte tehát forszolni, Eyeball is mögötted, de Zike volt. Többiek azonban, na. Ja, érkezik, igen. Érkezik a vásárlás. Jön egy Monster Smoke Cupix-tól. Last minute vásárlás. Megnézzük, mennyire fog majd működni a gyakorlatot tekintve. Egy biztos, Aibali, meglátszott egy játékos, feeder szemében meg is tudta őt ölni. Így viszont az ember előnyt azonnal megkaparintja a Lenovo Legion Honvéd csapata. És egyelőre úgy néz ki, hogy ahogy az IAS támadás egy picit megtorpanni látszik. Még egyébként a Honvéd rengeteg teret nyer magának, és lásd mondjuk itt hosszú letolás, Cupix és Aibali, hatalmas összjáték. Ott van még egy Dezifreg, jaj, mi történik, itt lesz ki. Bígod az, akinek meg kellene oldani a szituációt. 1v3, összesen pedig le kéne észelnie ahhoz, hogy meglegyen a második kör az IAS számára, és a Lenovo Legion Honvéd pedig ne hozza el a visszaforszolt kört, ugye náluk volt feldobva a labda. Így viszont nagyon könnyen elindulhat az a bizonyos adok-kapok, amiről ódákat szoktunk zengeni. Se eleje, se vége.
Ez mondjuk izgalmas lehet így. CT röviden. Jött a cserebere a fegyverekkel, Kemper kapott egy MP9-es, Sebi megkapta a Galilt, közben Bigod rácsörget. Nézek, semmi reakció rá konkrétan, még egy csöri. Na majd most Kemper megjelenik rövidről, és onnan hozza a panát. 2-1, nem tudja átvenni a vezetést az Illés Akadémia Spirit. És... hát itt jön a kérdés, hogy... jön a Force, jön bizony, miért ne jönne? Mert már tudtak így kört nyerni ott a másodikban. Kérdés, hogy a negyedikben is ezt meg tudják tenni. Most Zancunál lesz az egyetlen Galil, ami 0-1-nél volt, mondjuk Feedernél. Ezért égülök a terítéken. Azonban ezt a kört, hogyha a Honvéd elbukja, akkor viszont tényleg rengeteg pénzt és rengeteg fegyvert buknak, szóval abszolút egy must-have körnek kellene lenni a CT-k számára. Zancu azonban ezt próbálja egy picit meghazudtolni, ettől függetlenül Nájbali érkezett és megölte ellenfelét, tehát az egalizálás megvolt, jó volt, hogy egyből érkezett a válasz. Azonban a bombát eldobta az Illés Akadémia Spirit. Most Minu fel fog kapni nagy valószínűséggel és viszi társai után. Ez egyébként egy érdekes lehet főleg, hogy Sebi érkezik, és Bi nagyon-nagyon... hát igazából felelőtlenül ugrott át azon a pozíción. Nagy elánnal. Nagy elánnal, igen, hatalmas nagy mellényt vett fel, aztán végül Zakóvá avanzsálódott. Milu, Flashé és Feeder maradtak már csak 3-4 játékossal szemben. 3 darab Desert Eagle, egyébként csodákra képes világot lehet velük váltani. És eléggé közel is vannak a site-hoz, amit amúgy ketten tartanak, ugye Blaze, illetve Sebi személyében. És egy overpass szépsége, hogy bármikor nagyon hamar át lehet érni abból B-ből, B-ből abba. Na nézzük, hogy meg tudja oldani, elhúz egy játékost, azonban előtte jött Milu, de szerencsére itt van Blaze az AK-val, aki szép itt most. És úgy néz ki, hogy végül meg is oldja egyedül a szituációt, nem kell neki ide társak, ő is meg tudja fogni ezt az allerakót Sebivel. 3-1, így viszont vége is az adokapok érának. Nagy valószínűséggel most érkezni fog az Echo kör az IAS-tól. Itt már nem lesz vásárlás fixen. Meglátjuk. Ott az AVP. Akár egy bomba kolontra szerintem törekedhet az IAS, bár most nagyon elszedek magukat, hogy menjünk be középen, az kész. Jó lesz, figyelj. Igazából elérték a céljukat, visszamentek Sebiék, tehát vissza kellett vonulni, hogy nyilván egyébként a kirobbanós kör az ebben a formában tud effektív lenni. Ettől függetlenül Beat nagyon hamar előtte a Honvéd csapata. Itt megtorpannak. Igen, megálltak. Próbálnak utility-t kinyerni egyébként. Honvéd játékosaiból. Szóban. Jámatóját, Blaze számít erre. Járom. Mindig három támadó játékos. Röviden, illetve Monsterből fog majd érkezni. Balira vár fel, gyorsan ledarálja úgymond ezeket a papírfrejeket. Jó nélküli játékosokról beszélünk. Ugrándozik röviden. Ott egy fejes. Ott a második is Supix is kiveszi a részét ebből az ekodarából. 4-1. A Polizsia Honvédnek jöhet a vásárlás az Illés Akadémia Spirittől. Abszolút, itt lehet az idő arra, hogy még igazából azelőtt, hogy a Honvéd meg tudná szedni magát nagy mennyiségű pénzösszegekkel, bár egyébként így is azért van náluk elég szép megtakarítás. Akár az IAS most meg is tudná neked torpontot állítani. De nyilván a következő körben még tudna venni a Honvéd csapata, hogyha ezt elbukja. Azért az már fájna a pénztárcának. Jaj, Zoncu, ha számítanak egyébként arra a spotra, ahonnan Ájbali, illetve Kemper nagyon-nagyon szép dezi fejeseket lőtt. Az a jó kis boost pozíció, honnan egész mocsarat át lehet látni. Az a gránát egy picit mellé ment, ház tetején landolt, legalább a füstfelhő nagyon-nagyon szépen eltakarta a vonatot, még hogyha érkezne is. Megint egy picit lassabb kör az IAS részéről. Késik a 8:30-es. Lehetséges. Sose késik, meg nem siet akkor, amikor akar. Ezt szokták egyébként mondani a vonatokra, és mekkora igazság. Bi közben felérkezett átkötőből. Egy perces államhatárt elértük közben.
még tovább, igen, hatalmas nagy állóháború, még fatális sebzés sem tört egyik csapat részéről, és a Kemper van egy picivel kevesebb, mint fél HP-n, de igazából ennyi a maximális sebzés, amit eddig kifacsart egymásból a két csapat. Ettől függetlenül talán most az ias feláll a támadásra, már be is pozícionáltak a gránátdobásra, és nagy valószínűség egyébként B lesz a végállomás, ha már itt a vonatokról beszéltünk. Cupix közben fegetét feederre, azonban Zancu is lő egyet, de Pilu tudja hárítani Aibali megölésével ellenoffenzívát. 3-3-ra lekerülhetne a bomba, de Kemper mellélő, így viszont ténylegesen le fog kerülni a C4-es. Érkezik a boost, azonban Zancuik addigra már rég bepozícionálták magukat, és nem igazán akarnak innen tágítani. Nehéz dolga lesz most a Honvéd csapatának, ettől függetlenül meg fogják próbálni nyilvánvaló. Azonban az a rengeteg füst egy picit leszűkíti látókörüket. Nézd, ú, de jó! Megint füst sarkán próbál nézelődni. Vitte a vére, szegény flashit. Megint Blaze az, aki megállította őt, jön a bombára a smoke. Megint Kempertől. Blaze fontosat átnyer itt Monsterben. És már tart rövide, gyönyörű a tripla. Leszedve a C4-es 5-1, nagyszerű ríték egy 3-3 szituációban a Honvéd csapatától. Mert a folytatást tettek bombát, úgyhogy lehet, hogy lesz vásárlás így az Illés Akadémia Spirittől. Hát egy half csak. Végül. De az a half egyébként, hogyha úgy tud működni, mint a Vágynál, akkor az nagyon be tud találni. Szerintem csak gondolom vissza az előző mérkőzésre. Szerintem nagyjából egyébként három kört hozott le úgy a Wild, hogy csak desert égölök voltak és maximum kiskevók. Azonban megvan a nyitó frag. Rábbis a kör első kör fragét illetően. Feeder volt a célpont ezúttal és Blaze volt az elkövető. Azonban most egységesen megy az IAS csapata. Sebi, de kellene megoldani, a szituációt viszont több felé kell figyelni, ez pedig elvonja igazából a figyelmét. És így a soklót disznó győzel tud működni. Zancu közben AK-t kap, 4-4-re egyébként nem lehetetlen a szituáció, elmúlik a molotov, így most már át tudnak rohanni, a füst is végül odavész. Azonban Aibali, jaj, egy picit kapott ő és a kobakjára, de ettől függetlenül sikerült fegyenet Cupixnak is beakad egy, azonban Milu akár fegyenetne is elvisz egy embert, azon kívül Zancu is előtt egyet, jaj, ott van Milunak még egy! Én éreztem nagyjából, Milu és Kemper maradtak már csak ketten, azonban érkezik a bombarakás, Milunál az AWP lesz majd, és Kempernek egy AK-val kell majd visszafoglalni a site-ot ellenben. Milu is inkább biztonságban érzi magát a desert égülel, és egyébként ki fog menni hosszúra, ami tovább nehezíti majd Kemper dolgát ellenben. Kempernek van olyanja, ami Milunak nincsen, rengeteg gránátja és defuse kitje, mert hát tényleg miért is lehetne. Ettől függetlenül 25 szek van hátra a bomba felrobbanásáig, pattanásig feszülnek az idegek, és Kemper érkezni fog majd bankból, Milu pedig vár arra, hogy a CT rácsörizzen. A pozícióból nem láthatja meg, azonban megijedések lehet, hogy nem fognak csalni, rá fog fékelni, és megvan Milunak végül a frag. Ezáltal pedig megint egy ilyen szeretvedett vásárlással körtjen az ias. Bevált lesz ki, figyelj! Próbálta még egyszer azt, amit korábban, hogy rá ninjázott is, de csak egy fék volt. Másodjára sem jött össze. Előtt őt hosszúról szép munka, tehát Milutól 5-2. Jön egy rövid foglaló Molozantutól. Ódja is a falat rendesen. Én is ebzés, de nem komoly. Ember teljesen elfoglalja a B-rövidet még csőbe, ha itt egy smoke-ot. Dielőny most a CT-nek, hogy ez a területe is megvan. Pályának a Honvédból. Egyébként ha úgy veszik, ugye az Illés Akadémia Spirit egy ilyen szombathelyi csapat, és van a Honvéd, úgyhogy most egy Budapest szombathely. Honvéd haladás. Na igen. Közést nézünk, egy NB1-es csata is lehetne akár, már mondjuk a haladás az most nem NB1-es tag. Ettől függetlenül... Ugye a 60-as években, hogy te mondtad, akkor lehet, hogy... Kis nosztalgiát tudod. De figyelj, igazából... Ilyen mérkőzést. Igazából van annyi hasonlóság, hogy igazából itt is a legjobb csapatok mérhetik össze a tudásokat, és egyébként fociba is. Az NB1 az szerintem, nem értek annyira a focihoz, de az szerintem már egy olyan szint, ami azért... Ezt annál szeretted, igaz? Persze. Igen, igen. A Guri Gellert is nagyon bírtam, amikor pályán volt, igen. No de, 5-2, érkezik Kemper és Aibol, így kék nevek röppennek fel a killfeeden. Zancu az, aki fregel közben Cupixra.
azonban a 3v4 továbbra is fennmarad, ennek a jogát fenntartja mindkét csapat. Lekerül a bomba. Előnyben, emberelőnyben foglalhatnak vissza a kemperiket, mert függetlenül Zancu ezt meg tudja tépázni, meg is van neki semmi kobakja. És Milo is nagyon jó pozíciót foglal el, és egyébként Zancu is érkezik, szóval a harapófogó az megindul az AWP irányába. Ó, Blaze viszont megtudta ellenfelét, és Milo pedig eltúr két embert, nagyon-nagyon szép reakció. Blaze maradt egyedül, azonban lehet, hogy Blaze ehhez így kevés lesz. Milo nagyon szép 3K-val az Afterplan szituációnak a hőse volt, viszont 5-3. Milo talán a legjobb mérkőzésén van az alapszakaszban. Majd meglátjuk. Árkózik az Illés Akadémia Spirit, ez kétségtelen. Jött megint egy Gekko a Honvédtól. Nem mennek kötőbe, ahol láthattuk az X-et meg B-boost van. Ilyen B-rövid stack konkrétan, hogyha kötőt is mondjuk ilyen B-rövid résznek számítjuk bele. Most már meg is indulnak, de egyébként végig egy hosszú támadás az Illés Akadémia Spirittől ismételten. Mondsz, hogy picit lemaradva a csapatától. Megint egy lassabb kör lehetne, hogyha az IAS nem rohanna végig, és Tuplix pedig nem agyabugyálná el Milo karakterét. Jaj, Flashy! Oké, rendben. Ez úgy néz ki, hogy itt a komoly frejeknek a köre lesz. Ezt már előre így beprediktáltam. Lézék jönnek hátba. Ez amúgy jó is lehet, hogyha nem megy majd el egy ilyas játékos ki hosszúra. Flashy próbálja megismételni a bravúrját, azonban egyelőre nem érkezik. Fiderék is visszavonulnak WC irányába. Mint hogyha arra számítanának, hogy itt majd átkötőből fognak jönni a CT-k, azonban Sebi nagyon jó frag. Cupix nagyon komoly frag, most fel is kap egy alkát. Közben Zancu az, aki menti a kölcs Sebinek a megölésével 2-2-re, azonban Zancu tenni akar afelől, hogy ez ne legyen semennyi. Bármennyi lehet igazából csak náluk maradjon, ebben legalább egy játékos, de kettő maradt. Viszont egy körre lesz attól az Illés Akadémia Spirit csapata, hogy behozza a Honvéd elleni hátrányát, és meglegyen az egyenlítés. Erre pedig a legjobb ez a fegyveres kör, ami azt is jelenteti, hogyha az IAS megnyeri, akkor akár át is veheti a vezetést. Közben olvasom itt chatten egyébként, hogy egyik nyereményjátékunk győztesen ma kapta meg a nyeremény billentyűzetét, úgyhogy gratulálunk ezúton is használd egészséggel, és ma is van ugye nyeremény játékunk, hashtag Redragon, szintén billentyűzetet lehet nyerni. Használjátok ezt a hashtaget, nyerjetek ti is ma. Közben egy gyors B-rövid támadás, pont ez volt ezt a gondolatot befejezni. Egy egyes csere, akár a bombát is lehet tenni, de Kemper még mindig ott van Toxicnál. Milo közben ilyen monsterből is ki is ugye fejelni. Vízből. V3. Jön a rövid moló. Megint mind a három CTB rövidre fog érkezni. Többi készíti a vakító tájbalinak, és meg is fog indulni végül ez a roham. Ketten monsterben Milo nagyon jó pozícióban, bármilyen igazodik, most kiesik. Megint Milo dupla, nagyon fontos. 1v1, lassit sikerül ellövetni, de viszont a tech 9-el tud korrigálni, úgyhogy kiegyenlít az Illés Akadémia Spirit 5-5. Ilyen állás volt a Plague Wild mérkőzésen is. Volt. Azonban ott utána sikerült sérült igazából egy 8-7-es félidőt összehozni a két csapatnak, és aztán oldotta meg a Plague a második félidőben a mérkőzést, és hát nyerte meg. Reméljük azért itt egy picit szorosabbra ígérkezik majd a játékidő másik fele. De egyelőre még maradjunk az első félidőben, hiszen még csak 5-5, és ez is simán lehet akár 8-7, de akár még lehet 10-5 is. Most felsoroltam a legjobb, a legszorosabb, illetve a legtávolibb eredményeket. Pisztolyokkal és egy MP9-el fog nekivágni a Honvéd csapata a körnek. Nem írnám le egyébként ezt a vásárlat, hiszen láttunk már gyengébb fegyverekkel is kört nyerni. Kemper fregel közben, azonban B duplán adja vissza háromszor, bár az a frag feedernél landolt, de mondjuk azt, hogy az IAS, mint Ludas Matyi, háromszor verte vissza azt az első CT freget. Blaze és Sebi maradtak ketten. Nagyon nehéz szituációban lehetnek, hogyha Blaze nem koppintan el, mindenki dupla ráadásul. Megkezdte a ritéket hivatalosan is. Panéd az... nem. Pedig. Találja meg Fidert, közben Bigot füstön át, némileg sebzi Blaze barátokat. Sebi ment az AWP után. Nem lett meg, és... Bigot tripla
11. körben, és az Illés Akadémia Spirit vezetni fog! Kérem szépen a 11. kört követően. Hát mondjuk itt mind a ketten berobbannak. Sőt, mind a hárman, Blaze is berobban. Hogy 6-5. Hoppá! Jaj, flashy. Flashy. Nem bírta ezt az őrült skillt, amit produkált a karaktere. Így viszont nagy valószínűséggel nem a Honvéd részéről érkezett a technikai időkérés. Lehet, hogy Flashnál lesz egy gyors reconnect. Egyre viszont elég szorosnak ígérkezik ez a mérkőzés. Bár ezt mondtam amúgy az első meccsnél is, és akkor igazából elszólásnak véltem a meccs végén ezt a kijelentésemet. Szóval most nem akarom magam elszólni, de remélem azért te is úgy vagy vele lesz ki, mint én, hogy hát kárpótlást igénylünk szerintem mind a ketten az első mérkőzés után. Jogos. És ahogy már láttam itt a közös chatünkön az adminokkal, összerom már megint unpause lett, úgyhogy van egy perc múlva nálunk is pörögni fog tovább a játék. Pontos info nincs, hogy mi történt Flashival, szerintem talán FPS problémák. Nem brintotta a játékot akár. Nagy Isten az esze a klienset. És egyébként a Budapest 5 lesz a következő mérkőzésünk, tehát majd a Lingdown ellen talán a nap meccse. Szerintem szoros lesz, hogyha Lingdown ugyanúgy tud játszani, mint ahogy az korábban tette. Illetve a Budapest 5-nak ma már volt egy mérkőzése nemzetközi vizeken is, igaz nem Bodítóval, hanem Márral, de volt. Mint a Spring Sweet Spring harmadik évadának regionális döntőiben úgymond játszották a nyitó mérkőzés, ugye ott a csoportból kijutottak. Ugye ez a regionális mérkőzés, regionális liga úgy néz ki, hogy volt mondja 2, 4, 6, 8 csoport, benne 4 csapattal, onnan sikerült ki, és egyébként a második része, a Stage 2-ben már egy svájci rendszerű rész van, ugye a csoportból kijutottak. Az a 16 csapat, 32-ből már így fog eldőlni, hogy ki lesz az a 8, aki ott lesz a rendes Spring Sweet Spring harmadik évadban, és ugye 3-at kell nyerni ahhoz, 3-BO3-at, hogy bejussanak a ligába, illetve hogyha 3-at veszítenek, akkor kiesnek ebből a versenyből. De ne is ezzel foglalkozzunk, hanem Honvéd, illetve az Illés Akadémia Spirittel Budapest 5 szurkoltunk, egy picit várni kell. Pályára lépjenek itt a Tipix World Chicago Masters berkein belül, és ugye az egyetlen veretlen csapat tabellán idáig. Szeretnék is ezt szerintem megtartani a map veretlenségüket. Nem a döntőig, szerintem nagyon nagy reális esély van rá. Közben egy banárás indul, Blaze másodszorra hibázik, úgyhogy lehet akár egy 2-1-es cserébe is beleszaladhat itt a Honvéd. Nagyon jók a flashek, de nagyon azt hitték, hogy Blaze innen elmenekül, de még mindig itt van hosszún. Sorra ugrálnak be fel az Illés Akadémia Spirit játékosai, ember hátrányban vannak, viszont most próbálják kikerülni a füstön keresztül. Jaj, de jó, akár egy line-up! És összejöhetett volna, de nem Kemper és Supix azonnal válaszol, és Flashról is megvan az info, vissza Beacon. Nagyon jó viszont Blaze a füstön át. Igen, végül a VP-vel, úgyhogy a pici alvósabb szünet után megpróbáltak egy gyors körrel meglepni az ellenfelet, az ilyasisok nem jött össze, úgyhogy gyorsan kiegyenlít, na Honvéd visszaszáll a játékba. Eléggé tempós kör volt az ilyas részéről, és amúgy a Honvéd részéről is nagyon gyors reakciókat láttunk. Ettől függetlenül 6-6, úgy néz ki, hogy fej-fej mellett fog haladni tovább is a két csapat, bár most úgy néz ki, hogy derültékből villámcsapásként megvették a fegyvereket a támadó csapat játékosai. 3 darab Mag 10 van repertoárban, illetve egy Desert Eagle, és még egy AK is jutott Beagle számára. Ez amúgy nem egy rossz vásárlás, főleg, hogyha egy agresszív, nagyon gyorsan odacsapós kört akar menni a játékosok. Úgy néz ki, hogy B lesz a végállomás.
Temper érkezik, jaj, majdnem volt egy line-up, de legalább a sebzés hatom volt, jaj. Na most akkor bepótolja egyesével, akkor most mellé lő, Milo pedig ezt megbosszolja, de Ivali egyből jön és korrigál. 2-3-ra. Zabra is egy jó helyzet az IR számára, főleg így, hogy másodperc alatt megfordul a kör a T csapatnak. Blaze érkezik. Kimolózzák, jaj, de szépen csinálja az IR, volt két molója. Mind a kettőt ráállították Blaze-ről, úgyhogy pozíciót kellett váltani, és így visszamegy Heaven-be. Hát itt, ezt már csak az IAS ronthatja, Peterben jön Heaven alá, Blaze-el is lövi magát, visszamegy lentire. Éppen végig topogja falon keresztül, próbál itt wallbangelni. Kitet akár, ja nem is kell felszedni, mert van nála. Hát Peter-el számítani szerintem. Pálmítod, de nem volt elég gyors, hogy lelője innen vízből. Megint vezet az Illés Akadémia Spirit. 7-6. Egyelőre az IAS próbálja mutatni a kellő dominanciát a Lenovo Legion Honvéd számára. Hiába nagyon szoros az eredmény, ettől függetlenül azért eléggé nyerekben vannak a srácok. Tényleg az utolsó pénzéket is elköltik, és általában akkor hozzák a legnagyobb köröket. Most is egyébként nagyon nullára vásárolta magát az IAS, de nyilván ugye környezelemnek volt köszönhető. Ettől függetlenül a Honvéd csapata most inkább a spórolás mellett döntött. Közben olyan, ott volt egy pusolás Ivali részéről. A távolságra is jó az MP9, és akár a duplát is beúszhatja, hogy a feeder nem érkezik, de feeder jön, lát és duplázik. És úgy néz ki, hogy B is kiveszi a részét a buliból, vág magának egy szerzőt a tortából. Sebi, majdhogy nem megölte ellenfelét, azonban Kemper is jön, jaj, majdnem ott a dupla, azt a minden itt Kemper, mekkorát csattant. Sebi maradt egyedül. Abszolút, mint mondjuk az előző körben a VP-vel. Sebi egyedül maradt egy nem feltétlen esélytelennek mondható szituán. Hát azért fejelni is kell egyszer, úgyhogy Bigodra elég a érdekalácsát is úgymond eltörni. Hát, hogy MP9-ese, és ez meg is van neki. Viszont az Anxura kell a fejesített eziből, nincs mese. Ideje van rá tölteni mondjuk. És a flash vízbe, viszont Zancu meg már jön a hátába. Erre nem fog számítani, és nincs diffuse kit. Nagyon rövidre fog fókuszálni szerintem Sebi. Zancu nagyon jó pozícióban, és már rá kell pikelni, és fejbe kell bólintani. Megnyeri a fél időt az Illés Akadémia Spirit. Úgyhogy volt 5-1 is a Legion Honvéd csapatának. Ha emlékezetem nem csal, úgyhogy a Honvéd egyébként az elején sokkal jobban ment, mint most. Most valamiért az Illés Akadémia Spirit igazából felülkerekedett a Honvéd csapatán, és elmondtam azt, hogy lehet akár 8-7, lehet akár 10-5, de hogyha ilyen tempóval megy tovább az IAS, akkor lehet, hogy itt egy 9-6 lesz, szóval az arany középutat megtalálja a támadó csapat, de mivel hatalmas nagy fegyver arzenál található most a Lenovo Legion Honvédnál, ezért még akár a 7-8 is benne van. Nyilván a fél időt már nem tudják megnyerni a CT-k, de azért az is egy nagyon szoros eredmény, hiszen ugye elmondtam az előző mérkőzésen is, egy győztes pisztolykörrel a második fél időben simán vissza lehet hozni egyenlítésre, vagy akár vezetésre. De nézzük, eldobták a bombát a támadó játékosra, próbálnak egy picit területet szerezni, zónázni. Utána fogják felkapni a bombát, 3-2-es felosztásban védik közben a CT csapat a side-okat. Ez egyébként működőképes is lehet egészen addig, ameddig az IAS bennem fog rohanni a site-ra. És ahogyan látjuk a térképen, és ahogyan látjuk Milunak a pozícióját, szerintem lehet arra következtetni, hogy ez akár még egy A-támadás is lehet a végére. Nézzük, Flashék letartják WC-t. El is foglaltam ott ezt a támadó csapat, és nagyon hamar ott találhatjuk magunkat az ABC első betűjének megfelelő Scython lesz ki. Oszta! Hát ugye milyen kocsi fántos volt? Ez a körbeírás az árakónak. Ez volt a mém. Nem sima. Mintha nem is te lennél. Milo picit belepörkölődik a molóba. Majd egy kis cérna szál, ami kilógott a gatyájából, úgyhogy ez gyorsan leégette. Nem használt öngyújtót. Blaze, Nozbo, B-re, Blaze ott van a második. Kérdés, hogy Plashy is áldozatával esik, avagy Ivali ellopja előle. Na majd, végül feederre lesz a harmadik. Blaze 17-9-ben. Nem rossz, és végül így 8-7-re megmenti úgymond a félidőt. Lenovo Legion Honvéd. Ne kell az ugyanolyan jó pisztolykör.
mondjuk. Az elsőben azt tették. Reméljük, hogy sokat nem kell arra várni. Reméljük. Most megkönnyíti az ablak tisztítóknak a munkáját. 8-7 lesz ki ma, úgy néz ki, hogy nagyon ez a 8-7 napot tartunk, bár még ez csak a második mérkőzés, és még hátra van kettő. Ugye szokásunk a szívem, minden nap 4 meccsünk van. Így viszont lehet, hogy ahogy a Budapest Fight Linkdownon, ahol egyébként nagyon-nagyon elképzelhető az, hogy 8-es fél idő lesz, mert az a mérkőzés szerintem egyébként egy nagyon szoros meccs lesz, aztán lekopogom, reméljük, hogy nem lesz annyira szoros, vagy olyan szoros, mint mondjuk... Nem lesz olyan szoros, mint mondjuk a Plague Wild, hanem sokkal jobban. Ugye lesz egy B és egy ITHR összecsapás, ami egyébként megint egy izgalmas mérkőzés. Mondhatni a B számára már tét nélküli, de ettől függetlenül azért mégiscsak tartogathat itt izgalmakat. Ha, no de, pisztoly. Megint 4-es évvédelem, de A irányába vonul. Már nem a Legion véd. Fuh. Dupusz kölcsön adhatná ezt a Neon Oirglockot. Jöhetne a szettembe. Nekem nagyon tetszik ez a skin család egyébként. Neon Oir. Élek, halok. És milyen szép. Na nézzük, milyen is megy és szegel vele. Kettőt is elvisz. Hát mindig multikilles köröd van. Hogyha jön Eyebally meg Kemper, akkor hármat már nem tudsz húzni. Van az árakó. Meg jön hátul a WC-ből, ez is jó. Emberen is van diffuse kit, van két flash, meg lehet könnyíteni a ritéket, viszont Kempbenne beakad egy fejez Zancura, nagyon szép. Ó, az is megvan, és Sebi pedig lezárja a kört feederre, hát most nem érkezett feeder. Pisztolykörök mestere úgymond. 8-8. Ugye ahogyan mondtam, hamar ki lehet itt egyenlíteni. És most érkezik is a ráerőltetett vásárlás az IAS részéről, még ugye a Honvéd csapata az elővásárlás jogát alkalmazva be is ruházott a legújabb gépkarabélyokra a piacon. Megjöttek a Gavilok és az Alkák, és egyébként nem látok SMG-t, ami ilyenkor egy picit azért rizikos döntés tud lenni, hiszen hogyha meghalsz, akkor nem csak a fegyvert veszíted el és rengeteg pénzt mellé, hanem adsz az ellenfélek és egy nagy fegyvert, amivel akár meg lehet, hogy mondjuk három ember kihozza a CT-k közül azt az Alkát vagy Galilét, és akkor a következő körre már sokkal nagyobb az előny. Jaj, B! El is csípte Eyebally, tessék, ott is van az első fegyver. Így viszont futni kell, mert van info, hogy a monster üres. Minél hamarabb be kell menni szájtra, és ezt a Honvéd is tudja. Feeder azonban érkezik. Egyelőre picit megállt parancsolt magának az IAS, legalábbis Zantu személyében. Azonban Kemper érkezik, Flashit tudja megölni, egy fegyver már is oda, és Cupix is áttör a fidet a füstön keresztül, és meghal közben Milu is. Ketten maradtak már csak egyedül, V, illetve Zantu, azonban Cupix mindenkivel szeretne végezni ebben a körben, nem szeretne senkit se hátrahagyni, legalábbis ami az ellenfél csapatát illeti. Zantu maradt egyedül, aki ugye levárt az előbb, azonban most hosszú érkezett, de Sebi tokásához híven mastermindként számít arra, hogy érkezik Zantu hosszúról. Így viszont megvan a 9. köre a Honvédnek. Itt most érkezni fog nagy valószínűséggel egy full echo majd az Illés Akadémia Spirit részéről. Amivel akár 10-8-ig is el tud majd húzni a Honvéd, és onnan már csak egy fegyveres kör választja őket, hogy ott megszerezzék a picivel tetemesebb előnyt. Tehát annyira azért ne szaladjunk előre, hiszen még nem zajlott le semmi. Ott van 4 darab hag, ami nagy valószínűséggel eléggé hangosat fog majd koppanni itt a monsterből kijövő játékosokra. Be is pozícionáltak Zancujék. Egyelőre viszont totál nem arra fog menni a Honvéd csapata, szóval lehet, hogy ez egy eléggé feleslegesen elköltött pénzösszeg lesz az IAS részéről. Hatalmas a csend egyébként overpasszon, továbbra sem ad hangot magáról egyik játékos sem. Kivár mindenki, az IAS arra vár, hogy a Honvéd lépjen, a Honvéd pedig arra vár, hogy az IAS kitolja, hiszen echoznak, szóval ilyenkor azért az öten letolunk egy pozíciót, általában működőképes szokott lenni, és egyébként számítana is számíthatnak rá a csapatok, hiszen eléggé egy divatos felállásnak tűnik, ez egy eléggé rossz szó volt rá, de térjünk is vissza. Hát itt Eyebally nem lesz boldog, hogyha ebbe bele sétál. Nem, az egyébként. A hidrogénban vele rá lesz dobva. Igényesen.
Csak győzzük kivárni, nehogy itt hirtelen berongyoljon a Honvéd arra, és akkor mindenki eljöjjön onnan. Bali közben jön, meg is látják talán? Meglátták, jaj, viszont kiszpotolt egyet, Zamp személyében érkezett kettőleg, és mindent kidodzsolja, jaj, Bali. Nem viszed el, azon a flashja a Neonoirral, tessék, lesz ki. Esküszöm, beújítok egy ilyen OSP-re. 4-4-re, és úgy néz ki, hogy az elterülő hadművel tökéletes volt, hiszen elég figyelmet vont el iBali itt a CT-től ahhoz, hogy a Honvéd lerakassa a bombát Allsite-ra. Meg is indulhatna a riték, hogyha nem lenne ennyire távol mindenki, és nem lennének pisztolyaik a CT-nek. Bi azonban kihozna egy Galilt, amit tökéletes lehet a következő kört, illetően hiszen neki már nem kell nagy fegyvert venni. Tehát mégis tud majd pénzt spórolni. Viszont lesz ki 10-8, és a következő kör már egy nagy fegyveres kör lesz, szóval ott már nem csak babra fog menni a játék. Nem csak nem is kebabra, Cupix közben fegelt egyet flashira. Blaze, úgy néz ki, hogy Milo-ék próbáltak egy picit oda csípni még az afterclass szituáció végére, és nem egyszerűen Bee-nek sikerül megölni a Blaze, de ennyi igazából. Az pedig pont elég, hogy kihozott ő egy, most már egy alkát, nem egy Galilt. De nézd meg a pénzeket a Honvédnál, hiába nyerték a kört, ettől függetlenül azért költekezni kell számokra, és három játékosnál volt pénz, most már csak kettőnél van. Azért ők is egy-egy bukott kör után majd a nagy csávába találhatják magukat. Na nézzük! Szépen lassan csordog ez a mérkőzés, egy-két technikai időkérés, ami megszakította, ezért kerültünk egy kisebb csúszásba még továbbra is. De azért még messze van attól a Honvéd, hogy kijelentsük, hogy ők lesznek a győztesek. Csak átkört követően pedig megindul egy B. Míg ott megvan az MC, de nem marad el a válasz Ibalitól. Flash dodge-onás, még egy játékos itt van vízben, Feeder szemében. Be is tud szúrni egyet, szép. Nem érkezik rá válasz Sight-ra, érkezik a Fűs Tucker Camper, oda tehetni a C4-es, és ez meg is fog történni. Hát megint csak csörget inkább. Please! Mivel lovos volt Feeder, ezért könnyen ki tudja iktatni, de Feeder nem is számolt ezzel. Fel is veszi inkább a VP-t, viszont őszerűen nem tudtak somfordálni, így. Hű a timing megint. Még egy smoke kijön, egy ilyen van féleség. Zancu itt van hídon, most már leugrik vízbe, ezt hallották. Honvédosok. Ez így egy álló háború, megint 3v3 van, konkrétan méterek választják el egymást a játékosok. Fejfej mellett van ez a három játékos. Kemper, nagyon jók a reakciók, azonban nem sikerül végül fregre váltani az akciót. Hát függetlenül az a heg még koppanhatna, hogyha nem tér neki a CT a hatósugarából. Sebi letart, de ezt teszi Flashy is. Flashy, bocsánat. Viszont nem érkezik tőle sem frag, talán majd a második, de nem! Mit történik itt lesz ki? Hát Zalipé taszítja a kilőtt golyókat. Nagyon jó volt a vakító, Kemper meg is, azonban Sebi egyből lereagálja Flashy megölésével. Kettő a kettőre, továbbra sincs eldöntve a körnek a sorsa, azonban Zancu érkezik. Idő, M4, CT, T, nem. Kör. Jas. 10-9. 10-9. Ottalint. De még van pénz. Hogy? Kérdés már csak azt, hogy meddig. Van piculó. De vajon meddig? Hát, eddig a könyv, hogyha közeledik, közeledik a hónap vége lassan, szóval a Honvédnál is elfogynak itt a tartalékok. Legalábbis ami az in-game pénzeket illeti. Hogyha ezt a kört bukja a Honvéd, akkor az IAS nem csak kiegyenlített, hanem akár át is veheti majd a vezetést. De egyébként ugyanez oda-vissza igaz lehet, csak annyi különbsége, hogy a Honvéd meg tudná elvészni akkor az előnyét, és ekkora tudná kényszeríteni az IAS-t. No de! Megint el van dobva a bomba, megint egy picit passzívabb a nagyon agresszívnál a Honvéd csapata, vagy csapatának a taktikája. Azonban Cupixék most próbálnak teret nyerni maguknak átkötők alsó részén. Nézd meg ezt a felállást a CT-nél, nem fognak kimozdulni a pozícióikból. Beton biztosan állnak és tartják B-t, illetve hát ad meg környékét, mert igazából Milo az kint van hosszún, még egyébként Flashy ott van táblánál, tehát konkrétan Allsite-on nincsen senki úgy ott rajta, de azért mégis rálátnak. Na de nézzük! Picivel tovább mentünk már az egypetes álomhatárom. Továbbra sem történt akkora sebzés, hogy a skill térjen a játékosok részről, de még 10-nél több damage sem volt senkinél, hogyha megnézzük, tehát Cupixnál volt 8, talán majd most. Hi, Bali! Hi, Bali, jaj, de szép!
Te hopponált egyet és megérkezik. Na jön az A, nagyon jó. Ketten kim vannak hosszú, ez jó kis forgatámos D. Áj, de szép Kempertől. Zabzel VI-ban itt viszont a bomba meg már egy B-re nézve, szanaszét vannak forgatva. Meg volt a kontakt B irányába, aztán megindultak alfele, ott is dupla entrizni tudtak. Csak kapották a fegyüket az ilyesok. Na ez egy szép kör volt, ez tankönyvbe illő. Figyelj, mint egy vizes törölköző, amit így meg akarnak szárítani, és először ki kell csavarni, ezt pedig... Hát most szétcsavarták ezt a kört a honvédosok. 9-11, Echo-ra kényszerül az ias. Lehet, hogy itt el fog majd húzni a honvéd lesz ki. Ha más nem, akkor ugye három körre, hiszen annyi lesz a differencia, hogy annyi lehet a differencia. Nyilván nem vagyok jövőbe látó, hogy nem tudom megmondani, hogy ki nyeri ezt a kört. Többetlenül az esély több a honvédnál. Na nézzük, agresszív kör, ahogy látom a CT-től, legalábbis Zancu részéről. Tehát, hogy mikor nem volt egy kipusulós természet. Ahogyan most Milo is megtette azt. Kettős ember előny a honvéd számára. B, Flashy és Feeder maradtak hárman. Egyébként egy-egy fegyvert mindig sikerült elszedni az ijasnak az ilyes fajta szituációkban. Szép mondat, az ilyesnek az ilyes fajta. Igyekeztem, hogy észrevedd, de egyébként próbáltam nem fel tudnám mondani, de... Pi érkezik, igen. Tehát még röviden mindig kim vannak ketten, egy perc az órán, sebi teszi Heavenre, jól teszi, picit még beleér csípővel, társa füstjébe. Rövidet kifüstölik szintén, 21-22-ben továbbra is jó formában. Mentésre áll a szénája a CT-knek. Legalábbis ami az alkát cipelő feedert illeti. Most még nyilván itt van a tűz közelében, hiszen csak egy desert égő van, azonban... Ájbalé, igen. Meglátta a lábikót. Így viszont, hogyha van egy láb, akkor ott lehet, hogy van egy test is mellé. Így viszont ott is volt a kill az ő neve mellett. Kettő tölt meg ebben a körben, de egyébként csapattársai sem tétlenkedtek. Blaze, illetve Sebi is nagyon-nagyon szépet húztak. 12 újabb vásáros körhöz fog elérkezni az ias, azonban, hogyha ezt elbukják, akkor lehet, hogy már megpecsítedik a sorsukat. Benne van. Ez egy fontos kör volt ott 10-9-nél, két félnek. De... Végül... Falon keresztül tudás, de nem sok sebzés. Ezúttal. Hopp, viszont Zancu nagyon jobb ér vitték. Meg is van az ember előny a Spiritnek. Ettől függetlenül még nem érezheti magát teljes biztonságban az ias. Hiszen ahogyan ismerjük Kempert, vagy akár egyébként Sebit is berobbanhat a másodpercben. Hát látod, hogy Kemper most megjött, meg is ölte Feedert, és mindenki jól végezte a dolgát, ki is tud crossolni side-ról, azonban az a hag még elcsíphetne egy-két HP-t, de végül kiugrik a hatósugarából. Tehát a válasz nem jaj, de jó helyen túrt meg Kemper, azonban pont elsétált onnan a CT. Ajjó, most már kevésbé, Zancu 8 HP-n. Tehát mondanám, hogy ebben a körben még az Ág is húzza, de inkább az a pala húzza. Sebi közben fegyelje Flashyra, és ott van még egy Zancu. Milo az, aki életben marad, elő egyet, B is kiveszi a részét, 2-2, Milo pedig visszajön most hosszúról. Azonban érkeznek WC-ből Cupixék, Cupix és a fiúk, Blaze most meg is hal, Milo pedig lehet, hogy meg tudja fogni, van menarmiként ezt az alszát, tehát nézzük meg. Terítsük ki közösen, Milo jön, és Milo nem hibázik egyszerűen. 12-10. Megragadja ezt a nagyon vastag szalmaszálat az ias. Nem hagyja, hogy a honvéd elmenjen. Oldalon. Pont ki tudtak annyit építeni, hogy tudjanak ebben a körben venni. Igaz, Kempernél meg Ábelnél a utility nem lesz. A többieknél viszont fullos. A harmadik kör. Küzd az ias. Elismerés. A számukra nem adják fel. És meg egy gyors mélyre vitték! 2-1-es csere. Ez így jobb volt most az Illés Akadémia Spiritnek. Most pedig visszatáncikál. Az 5-10-es statisztika egyébként. Ne tévesszem meg senkitől, reconnectelt ugye.
egyszer is az esse a szervereken, ilyenkor resetelődnek a szkórok. Még egy régi jó kódgémben. Már itt emlegettük még Bizzből, Strikán kollégával a felvezetőben úgymond, amíg vártunk az első meccs kezdetére. Egyébként Tupis tudott lőni egyet. Monsterből is már B-rövidet igyekszik letartani. Blazer megvan a konnektor teljesen. Viszont hajtót fog nyitni, azt hallani fogják az iasosok. Pontosabban inkább csak feeder. Mi az egyetlen B-védő most, úgyhogy jó döntés lehet a Honvédtől, hogyha szeretnének ide bejönni. Telik az idő, nyilván még azért van miből gazdálkodni a Honvédnak, de ettől függetlenül meg kell húzni majd. Hiszen ez a fél perc, ez lehet, hogy pont arra lesz elég, hogy bemenjenek és lelőjék őket az iasosok. Azonban most meg fog indulni a B-offenzíva, amit lehet, hogy nagyon hamar... Ez Riték. Igen, ezt abszolút Ritékre játsza majd az ias. Ahogyan látjuk, most fognak majd megindulni, azonban egy picit túlmutat, azonban Sebi ki fogja hegelni a ellenfelét, nagyon jó a nét, feeder 49 HP-n. Azonban Sebi most ki fog rosszolni a site-ról, ami egy tökéletes pozícionálás most lesz. Mondjuk. Az nagyon nagy úgy. Mondjuk túl bízott, elszmokolt a Sebi. És rajta ül a bombá, jaj! Please! Szabályosan felgyulladt. Zseniális. Please végül ellövi előle. 13-10. Nincsen pénz az iasnál, lekózniuk kell egyet. Ekózni, már pedig itt akár 10-14-es lehet az eredmény a Honvéd javára. Ami nyilván nem tűnik annyira shotnak a 13-hoz képest, de itt, hogy ahol már ténylegesen a végjátékban vagyunk, itt minden egyes kör aranyat érhet. Például, hogyha mondjuk 15-16-ra váltasz, akkor ténylegesen. Nézzük, pisztolyokkal fog nekivágni az ias csapata ennek a körnek, Desert Eagle-ök. Ezekkel kell majd megmutatni, hogy milyen fából faradták a CT-ket. Az Ancuék hárman is mennek B-re. A szokásos felállás egyébként annyiban különbözik, hogy most Milo és Flashy nem konkrétan all-site-on vannak, hanem a támadók mellett vannak konkrétan. Konnektorban és környékén. Ez egyébként izgalmasra teheti a kört, hiszen hogyha most hosszú valahogyan berohanna mondjuk a Honvéd, kapnának egy égi jelet, hogy itt lehet, hogy be lehetne rohanni, akkor nagyon hamar véget lehetne vetni a körre, de végül B lesz a célpont. Legalábbis két játékos számára bombát még mindig eldobták, azonban Milo most meghal. Ott lehet akár a másik frek Kempernek, Kempert nem lehet lefészelni egyszerűen. Azonban Ájbalinak is eldobott az alkája, az ancocsuk ellenek, de B azért még szépít egyet ellenben. B most magára maradt, hiába szépített. Így viszont nagy valószínűséggel akár 14 is lehet a Honvéd számára. Egyébként nagyon-nagyon határán vagyunk a predictionünknek lesz ki, képzeld el. Hiszen ugye az volt a kérdés, hogy hány körül a tér véget overpass? Ugye több mint 25 fél, vagy pedig kevesebb mint 25 fél? Így viszont már... Egyébként, hát igazából el is dőlt, ha úgy nézzük. Az eldőlt. Igen, igen. Azt akartam mondani. Igen, egy picit, hogy megzavarodtam, mert elsőre 26-ot olvastam magamba, de úgy néz ki akkor végül. Összeadtuk együttesen, hogy ez már egyébként eldőlt. De hogyha ez 16-10 lesz, akkor viszont nagyon-nagyon vékonyan volt az vagy volt az esély annak. Nem volt, azt hittem, hogy itt egy oldalú győzelmet fog aratni a Honvéd, hogy itt összeszedi magát, ezért mégiscsak a továbbjutásról is szól ez a mérkőzés, úgymond. De nem teljesen biztos még azért a negyedik helye a Honvéd csapatának. Tipping szolgységon azt ez verkeim belül, de ez a plusz 3 pont, hogyha győzelemre tudják váltani, azért az nagy segítség lehet. T14, nagy fegyverek, van 3 darab szkópos is a CT-knél, abból ugye 2 AUG és 1 AVP, míg amúgy a támadó oldalon nem igazán látunk AVP-t. Mindeközben Ájbali érkezik. Sorton fog majd menni ez a vonat. Azonban nézzük, hogy Zancut felütik-e arra a vonatra. Mi az, aki fegel egy duplát?
3 az 5-re, ettől függetlenül a blazék még ilyen, de vannak, és akár be is tudnának robbanni site-ra. Cupix fregel egyet, és ott van végül Zancuk a ponyája, de Feeder darál. Feeder megöl mindenkit, de Blaze végül életben marad, és Blaze végül nem hoz el egy freget sem, csak az előbb egyet, de azon kívül nem fogja elhozni ezt a maradék kettő játékost, akik életben maradtak a CT-től. 14-11. Most egyébként meg tudja venni a Honvéd, nagyon nehezen. Igud, amúgy hiány van negatív KD-ban, megint 22-ben. Tehát igen, tehát... ment így is. Csapatában tök első, hát, tehát... játszik. Hát kell gondolni a Honvédnak, hogy mit hogyan vásároljanak. Nyilván egyébként, hogyha megvesznek valamit, akkor onnantól kezdve, ami a csövön kifér. De itt, hogyha ezt a kört elbukják, akkor a 13-ig is feljöhet az ias, hiszen a következő echo lesz már a Honvéd számára. Tehát egy picit azért van tétje, de egyébként ugyanez fordítva is igaz lehet. Hiszen, hogyha az ias ezt bukja, akkor viszont semmi pénzük nem lesz. Jaj, B, nagyon jó ez az agresszív játék, és be is válik. Ájban itt sikerült lencse végre kapni. Flashy jön, jaj, megvan a kobak, ott is van. Blaze sikerült megölnie. Kattant egyet, szegény Blaze nyakán a póráz. Kettős ember előny a CT-knél. Azonban, hogy itt ment az ugrálás, akkor Kemper, igen, le tudja kapcsolni az Anc-t elég hamar. Mint a búcsúban az a vakondos játék, amit ütni kellett kalapáccsal, ahol feljött az a rész. 14-11 továbbra is, 3-4-re ember előny az IAS-nál. Ettől függetlenül azért, ahogyan láttuk, a Honvédról tudnak még okozni meglepetéseket. Cupix hal meg végül 2-4-re. Lehet, hogy az IAS a végére megtáltasodik, és akár le is tudják hozni. Sőt, akár kiütlenek egyenlíteni, tovább megyek. Nyilván még ezt nem szabad temetni. Milu érkezik, ellövi Sebit. Kemper maradt életben 1v4-ben, az alkájával, semmi gránáttal, de legalább nála van a bomba. Hát... Továny vigasz. Nem szóljon mellette, sovány vigasz bizony. Fél percen keresztül itt mentheti akár, vagy egy picit forrakozik az IAS-sal, aztán hogyha nagyon elhagyják a szájtokat, akár egy bombát megpróbál kicsiholni belőle, és bizony érkezik árakó elé. Hallja ezeket az ugrálásokat. Ajj, nem akadt be a fejes kamion ablakán át. Miru szerintem így le is fogja lőni gyorsan, Kempertek már a hátába is érkeznek. Megvan a kontakt, amíg biztonsági játékot játszik, és megvárja, még Bigod megjön kötőből. 12-14! Nincs még lefutva. És nincs pénz most a Honvédnál. Probléma. Igazából ezzel az egy szóval lehetne leírni most a Honvédnak a helyzetét. Hiszen hiába ez a rengeteg nyert kör, hiába ez a nagyon jó játék, hiába van két játékos is 25 fölött fregek tekintetében. Egyelőre most az IAS van nyerekben. Aha. Az a hack viszont mekkorát csattant, és megy a frekán Milu. Három embert el tudott szedni, azonban Kemper ezt lereagálta. Flashy-ra hárult a feladat, mellélő. Azonban ez így... Bár most hogy Kempernél van egy alkály, és hogyha Kemper nagy fegyvert kap, akkor azért óvakodni kell tőle, szóval, hogyha meglátnám, hogy a sikátorba lehet rohannék. Hát igazából az IAS-nak van félnivalója, nem is kevés, főleg így, hogy megvan most B-nek a kobakja, és meg is tudna halni, de nem! Ki tud crossolni valami oknál fogva, és végül megvan Kempernek, hoppá! Azért még mindig 2-3-ra, egy perc váltva legalább megvan a bomba Aibalinál. Ez pedig mindenképpen egy pozitívum lehet. Viszont Zancu már tolja le folyamatosan teret, nyer, információt szerez, fregel is ráadásul, és itt szegény Kemper már megint magára maradt. De legalább megint van bombája. Örüljünk. Ez tényleg megint nagy erény, hogy... Ugye? Szényes. Próbálok pozitívan hozzáállni ezt, tudod nagyon jól. Igen, abszolút. Tényleg pozitív. Rász vagy, hála Istennek. Bombát. Már megint tenni, de...
lehetett volna, pontosabban itt már a múlt időben kell beszélni, mert nincs idő, és fényévekre a szájtól egy kis kiugratás, esetleg hát, aki közel van WC-ben, próbál fegyvereket elvenni, de gyorsosok azért nem igazán tehetik meg, hogy kipikegesenek. Már most 7000 fölött van két játékosok is, de ennek még utilityt is kell venni, szóval az a 3003 csökkenni fog. De 3-14, de lehet, hogy itt még az alapszakasz végén az Ivas egy nagy fordítást kihozna, és még 3 pont bezsebelne. Nagyon nagy lenne. Nem benne van. A playoff bajutásról már szó sincs, de fontos pontokat vehetne el a Honvéd csapatától, és az ITR még reménykedhetne azért a negyedik helyért, úgymond. Az alapszakasz van. Lehet, hogy itt az utolsó körre fog majd eldőlni, hogy ki lesz a negyedik helyezett majd a top 4-es rájátszásban. Monster Smoke, entry egyébként a Honvéd csapatánál, iBally-nak köszönhetően is egy nagyon jó játékot fut. Ezúttal iBally, Blaze és Kemper, akik most a legjobbak Honvéd oldalon a számok törvényei alapján. Lenni Cupix, Csebi sorrendben érkeznek. Felek, kerebere fogadom. Többet vissza nem adom. Nem adom. A cserebere tehát hosszú a fegyverek között, hosszú ték Csebiéktől. Ekkor már lehet érezni, hogy picit komolyabb a játék, hogy Honvéd is lelassít minimálisan. Igen, egy szoros meccs lesz ki. Egyébként pont, nem az a, pont az a meccs szoros, amelyikre nem számítottunk volna, hogy szoros lesz. Most majd nézd meg. Honvéd, a Honvédnek áll most a kül egyébként, hosszú idő után. Megy egy monster. Megy egy monster a 28. körben, fix az SG-ben bemegy, de semmi. Ú, de jó gazdálkodott most a utility-vel az IAS, még mindig voltak molók, sőt még mindig van moló. Bigodnál még egy teljes set. A bomba azonban lekerült, Kemper kiváraszt maga is, hogy kiswiggel. Nem tud előni egyet, se feeder ellövi jött végül. 2v4, iBally és Sebi. Sebinek megvan egy, Getrive-ban megvan Zancu. 2v4-re került pályaponthoz, hogy matchponthoz akár a Honvéd. 1v2-t kéne hozni iBally-nak, de nem tudja megoldani. Megint Milu, aki szintén szerintem az alapszakasz során a legjobb mérkőzését futja. Megnyeri a 28. kört, csapatának pedig a 14-et. És így mind a 30 kör képernyőre fog kerülni. Az Énes Akadémia Spirit, illetve Lenovo Rizsa Honvéd visszavágóján, overpasszon. De hogy a pontok sorsa, hogy dől el, az még kérdéses. Az az IAS szerezhet akár egy győzelmet, vagy egy döntetlent még, aki mondjuk a Békés Csaba Jénes Egyesülettel is játszott egy X-et, még Infernon. Úgyhogy az IAS formája azért javarészt hullámzó volt, de most megint egy felfele íjjelő hullámot láthatunk talán. És egyébként fontos kiemelni, hogy az odavágón ez a két csapat meccse Honvéd győzelemmel zárult, szóval 16-8-ra nyert a Honvéd, tehát igazából hatalmas nagy körkülönbség volt, most pedig lásd csodát lesz ki, lehet, hogy meg fog történni az újabb X, itt az alapszakaszt illetően egyébként a negyedik lenne, hiszen eddig ugye 3 darab X volt, a BP5, ugye ahogy te is mondtad, az IAS BL, illetve a Plague és az IAS küzdelme, szóval az IAS kettő X-et játszott, és akár itt lehet a harmadik is, ha csak nem nyerik meg a mérkőzést, az lenne csak igazi melkason szúrás a Honvéd számára, legalábbis a pontok tekintetében. Na nézzük. iBally megint nagyon a tűz közelében van, nagyon korán ráadásul. Ellenben a szokásos 3-2-es felosztárba védi az IAS a szájtjait. Valamit nem akarnak változtatni, ez pedig ez a felosztás. Azonban most hosszú érkezik szinte mindenki, egy szemjátékos, ugye iBally, aki shorton van, ő fogja majd feltartóztatni a CT-ket és elvonni a figyelmet addig, ameddig a Honvéd többi játékosa besétál majd alszájtra, ahol egyébként ketten helyezkednek el. Milu, illetve Flashy tartják a frontot.
40 másodperc van hátra a körből, jaj, Bali. Jaj, lefülelt egy, tudom, a flashi fregel, de Bali meghal az Ancu által. A stack volt. De így is lekerül a bomba. Na nézzük, megint egy riték, ember hátrányban a honvéd. Kemper próbált meglepő lenni, jól rossz a flash, nem akad be a noscope, viszont nagyon jó a Trace Ancutól. 1v3-ban Cupix. Szinte végig. Jaj. Egy-két. És ez megvan az IAS-nak. Szinte végig egyébként a honvéd dominált, úgymond. Az esetek nagy részében ugye ők is vezettek az elején nagyjából 3-4 körrel. Aztán volt egy rövid pillanat, amíg az IAS átvette a vezetés az első fél időben, de a fél időt az IAS tudta megnyerni, és úgy tűnik, hogy lehet második fél időt is ők fogják, ha itt nyerni tudnak. 2-8 hétről beszélünk akkor. És ez mindenképpen 2-8 hétről lesz szó, csak kérdés, hogy melyik oldalra. Vígod nagyszerűen, nagyon kellett. Az az iBali halt meg, aki egyedüliként a szerveren 30 freggel fogja zárni ezt a mérkőzést. Lehet, hogy itt még akár... Még igazából Blaze simán feljött, hiszen ő ugye 28 killel áll. Ő még egyébként simán szerezhet kettőt. Meglátjuk, hogyan lesz a vége. Nagyon közeledünk lesz ki, nagyjából egy percen belül ki fog derülni, hogy döntetlen lesz, a Honvéd kihozza végül, vagy pedig az Illés Akadémia Spirit becsukja ezt a kaput és megnyeri a mérkőzést. Ezzel pedig hatalmas nagy meglepetést okozva. 56 másodperc, telik az idő. Azonban egyre közelebb kerül a Honvéd csapata Allsidehoz. Egyébként nagyon szeretik ezt a bomba lerakót. Ha megnéznek egy hőtérképet, nagyjából ezt látnánk csak tiszta pirosan. Most Kemper az, aki levár egyébként B-röviden, úgy mint iBallid, viszont Pigod hátulról érkezik, nem is néztem itten a minimapra, hogy mi újság, annyira befókuskoltam is, és 2v5! Kemper és Sebi! Sebi, ez nagyon nagy fejes, lesz-e második? Ez itt a kérdés, megvan hátulról Pigod! 2v5-ből 2v3! 15 másodperc, bomba nagy, nagyon kettő, Kemper megjön közben alulról, nagyon arra számítottak! Hogy ez egy V-kör lesz, és megnyeri a 2v5-öt a Lenovo Legion Honvéd! Micsoda csattanó a végére! Hát erre szokták mondani, hogy olyan volt, mint egy jó vicc. De így a jó értelemben, hogy tényleg a végén csattant egy akkorát, hogy mindenki élvezte. És ez egy nagyon tökéletes befejezése volt ennek a meccsnek. A Lenovo Legion Honvéd mindig dominált a mérkőzés folyamán, utána pedig az IAS derültékből villámcsapásként tényleg egy ilyen Deus Ex Machina segítségével visszajött a játékba, és majdhogy nem meg is nyerték a mérkőzést. Nem tudom, Stricken, te most itt rászod egy picit a fejed, lehet le vagy sokkolva te is. Én először azt kérdezném tőletek, srácok, hogy megkaptátok, amit akartatok? Tehát az előző mérkőzésen pont az volt, hogy egy kicsit lájtos lett, ez viszont egy vérre menő küzdelem volt. Én ugye nem kaptam meg, mert azt mondtam, hogy egy oldalú mérkőzés lesz ez, mint az odavágó. Viszont ennek is örülök, hogy mind a 30 kört láthattuk, és ez az utolsó kör. Na ez. Erre mondom azt, na ez. Na ez. Igen, lesz ki, követeltük itt a kárpótlást, és én megkaptam szerintem. Én egyébként, amikor 8-7 volt az állás, akkor biztos voltam benne, vagy legalábbis én azt gondoltam, hogy a Honvéd jobban fog teljesíteni, mert T-ben valahogy mindig jobbak. Tehát amikor láttuk a kötő overpasson játszani, akkor T-ben jobbak voltak, hát nem ezt kaptuk. Tulajdonképpen az Illés Akadémia Spiriteket jól játszott, de valahogy a Honvéd se találta magát. Ki lehet ilyenkor a mérkőzés embere? Ki lőtt 30-at? Hi, Bali. Bali lőtt 30-at. Figyelj, akkor mondjuk Sebit meg Kempert a végére. Ők legyenek a meccs emberei, mert végén ezt a 2v5-öt hát honnan fordították meg? Bígod Monsterben M10-et, megakadt a Honvéd támadás, forgattak össze-vissza, Kemper lőrből próbált hátba érkezni, jól is sült el, de végül közül meghaltak fent a társak, és végül Sebi és Kemper megoldotta valahogy, szóval. Igazából tökéletes a legnagyobb probléma talán egy a Honvéd tekintetében az a rájátszásnak a lehetősége lehet, mert azért, hogyha mondjuk az ITHR most így behúz két mérkőzést akár, nehéz dolguk lesz, ugye már a következő mérkőzés a Békés Csaba e-sport egyesületlen lesz, nem dőlhetnek hátra a srácok, egyáltalán nem egyértelmű ez a 19 pont szemben a 18-al.
iszonyatosan ki van hegyezve. Utána meg a Budapest 5-ba. Utána meg a Budapest 5, tehát az, tehát az erre ITR nem az... Igen, ez nem valamelyiket meg kell nyerni, hogyha szeretnének playoffba jutni. És erre nagyobb esély inkább a BL, nem amit a BP 5-ben, azért tegyük szívünkre a kezünket, nem? Igen, hát a Békés Csabai Esport Egyesület játszik majd az ITHR-rel a nap utolsó mérkőzéseként, és majd utána az ITHR játszik az Illés Akadémia Spirittel. Na, az a mérkőzés most már. Szóval szerintem az ITHR-nek mindazon múlik, hogy a Békés Csabával mit játszanak most. Ez a mai menetrendünk. Egyébként Budapest 5 Lingdown mérkőzés jön, ja, igen. Békés Csabai Esport Egyesület pont Team Horizon Reaper. Szerintem elolvastad ott az egyik sort, vagy a logót keverted. El. Akkor mi táblázatunkban rosszul van egyébként? Azt annyi baj legyen. Lapuskáztam, de igen. Majd leszidokom azt, aki beírta egy bevételt. Meg lesz a szép egyből. Nézzük meg egyébként a predboardot, mert érdemes lenne kicsit röhögni magunkon, szerintem. Tehát aki, mondjuk valaki erre behívhatta volna az X-et, mindannyian Honvédre gondoltunk. Mi van most a Honvéddal? Szerintetek hol csúszik el lesz ki a Honvédnek a teljesítménye mostanság? Van erre valami? Nem tudom, egyszerűen... Hát nem gyakorolnak, nyilván a felett társaság nem csézik, hanem más játékkal játszik. Nem tudom, szerintem ez a team sokkal többre hivatott, és nem veszi teljesen komolyan. Én azt érzem, legalábbis. Nem tudom, hogy miért. Szívcsorbító, hát hogy nem. Hát, Varázscséznek ugye mellette, és a többi mi egymás. Egy biztos, jön a harmadik mérkőzés, Budapest 5 Lingdown, én elköszönök tőletek, köszönöm szépen a munkátokat. Jön, ha minden igaz, Shane és Speedy, úgyhogy ők fognak minket elkalózolni erre az utolsó két meccsre. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok!